A címe ennek a mai előadásnak kezdet, vagy és volt menekítés. Menekítés. Elég hosszan töprengtem, hogy milyen címet adjak neki. Tudnélik, itt voltak éppen a barlangművészetről lenne szó, és arról az őskori műveltségtípusról, amelyik hát elég sok fejtörést okozott már az első felismerése vagy felfedezése idején is. A kutatóknak nagyon komoly viharokat kavart az első ilyen felfedezett barlang, ez még az altamirai barlang volt Spanyolországban. A későbbiek során is hát lehet mondani, hogy ahány újabb felfedezett barlang vagy festészeti együttes, annyi újabb problémakör, sőt, hát tudjuk, hogy nem csak festmények vannak barlangokban, szobrok is vannak, domborművek is vannak, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy lezárt a kérdés. Most, hogy valami kis személyes dologgal is kezdjem, hát itt három helyszínnek a nevét tüntettem föl az előzetesben. Ezek közül az utolsó a legismertebb, ugye ez Lascaux, pontosabban hát itt az elsőnek volt föltüntetve, a bemutatás során ez lesz az utolsó. A másik kettő, az kevésbé ismert, Wadi Rum, Jordániában van. Ez egy jóval későbbi időszak az ősember festészetének, mint mondjuk Lascaux vagy Altamira, vagy a többi Fondögom és így tovább. Viszont még megelőzi, vagy legfeljebb kortárs azzal a másik nagy csoporttal, amelyel viszont a legközelebbi alkalommal foglalkoznánk. Azt tehát a dél-kelet algériai Tasszili fensíkon látható hát, sziklaképek együttese lesz. És a harmadik helyszín az pedig annyira ismeretlen, hogy még én sem ismerem. Ezzel együtt bemutatnék néhány képet belőle, mert ez Líbiában van ez a helyszín, Tarhunának nevezik, és azért mutatok be néhányat belőle, mert egy nagyon-nagyon kedves hallgató, nem tudom most itt van-e az illető, egyszer megajándékozott ezzel a néhány képpel, azzal, hogyha majd egyszer, ez nagyon régen volt már, hogyha véletlenül sorra kerülne egyszer, ne talán a barlangművészet, akkor hát, hogyha tud nekem segíteni ezzel a néhány képpel. Hát én úgy gondolom, hogy akkor viszont ennyivel mindenképpen tartozunk neki. Hát induljunk el, akkor kérném az első képet, és akkor próbáljunk ezzel a fénnyel úgy dolgozni, hogy nem, miután itt barlangokba fogunk menni, nem mindig lesz ilyen hát, napfénnyel kivilágított a helyszín, tehát valami olyan középfényt próbáljunk előidézni, hogy azért a képeket lássuk elsősorban, és ne az előadót. Ez most Wadi Rum, amit ha így mondok, akkor természetesen mindenki az italféleségre gondol, és azt várja, hogy itt valami vidám dolog következik. A helyszín Jordániában van, annak is a déli, hát ott nagyon nincs dél-kelet meg nyugat, mert elég vékony a déli része Jordániának, tehát ott helyezkedik el, és körülbelül a méretek, ugye az ember alak és az autóknak a méretéből kikövetkeztethető. Már is menjünk tovább. Ezeken az első helyszíneken szeretnék gyorsan túljutni, inkább egy hangulatot szeretnék velük érzékeltetni. Hát ezek nem mi vagyunk, még Géczi Gáborral jártunk itt ezen a helyszínen, hanem azt hiszem, hogy éppen Hollandiából jöttek, mehetünk tovább. Tehát itt megyünk be, elég mélyre be lehetett menni, itt már bentről fényképeztem kifelé, már is kérném a következőt. És aztán volt egy pont, ahol szinte teljesen elveszett a külvilággal a kapcsolat, csak fölülről lehetett már fényt kapni, amennyiben egyáltalán lehetett, és ettől az egész valami teljesen túlvilági hangulatúnak tűnik. Amikor nézegettem ezeket a diákat, egyszer nem is tudtam, hol van fönt és hol van lent. A víz, senkit ne téveztem meg, ezen a tájon egyáltalán nincs víz, viszont pontosan mielőtt megérkeztünk, egy hatalmas zuhatag volt, mert itt azért úgy 10 évenként egyszer van, de akkor jó bőségesen. Tehát amilyen furcsa előzményei voltak ennek a látogatásnak, hát van olyan felvételem, ahol például megesküdnénk, hogy tengerben vagyunk, és egy akkora vízfelület van legalább előttünk, ez a sivatagban volt, pontosan a sivatagban, kellős közepén. Tehát azért ez nem jellemző, amit itt látunk, hogy víz felület borítja az alját, de azért van egy feltételezés, és ezt majd a Tasszili fensík ábráinak a vizsgálatakor érdemes lesz még tovább kibontani, hogy valamilyen reflexfényt bizony nagyon valószínű, hogy vízfelületről kaptak ezek a képek. Az analógiás vizsgálatok, tehát amelyek az Onyego-tón
folytak, annak a sziklaképeivel kapcsolatban, azok elég nagy részletességgel dolgozták fel ezt a témát, és bizonyították, hogy bizony a vízszerületnek döntő szerepe van a képek megszólaltatásában. A vízfelületről visszatükröződő fény az, amelyik egy kicsit mindig remegő módon, tehát nem nagyon élesen, hanem vibrálva világítja meg ezeket az ábrákat, és ahogyan ez a bizonyos kutatócsoport az Onyega-tó szikla rajzaival kapcsolatban egyértelműen bizonyította, ezek általában felkelő vagy a lemenő nap fényét vetítik föl a vésetekre, és az egész úgy játszódik a szabályszerűen, mint egy őskori mozi. Tehát folyamatosan vonul a fény ezeken a rajzokon, és sorba olvassa le őket, tehát nem egyszerre világosodnak meg, hanem mint egy folyamat ábra egymást követő stációi. Ezt azért fontos tudni, mert itt elég gyakran merül egy-egy alakzat, mi ilyenkor megszámoljuk őket. Hasonlít egymáshoz, ez is teve, az is teve, emez is zsiráf, amaz is zsiráf, összeszámolunk bőle 25-öt, és azt mondjuk egy nagy zsiráf csorda. Szó sincs róla, egyetlen zsiráfról van szó. Annak a vonulásáról. És ahogy változik az alak, az azt jelenti, hogy a belső fény más és más módon esik rá, és ezáltal így hozza elő az egyébként sötét háttérből. Na most mi ad lehetőséget erre? Arra, hogy itt egyáltalán megelevenedjenek a sziklaképek. Ahogy jól látható ezen a képen, a felület a szélnek elsősorban a koptató munkája következményeképpen szinte teljesen tükörsima. Na most, ha ebbe belevésnek, az azt jelenti, hogy ezek a kristályok sokkal durvább módon fogják visszaverni a fényt, tehát egészen más lesz a fény visszaverő képesség, majdnem olyan lesz, mintha sorra neon lámpácskák, vagy zseblámpába való pici lámpák sorra gyulladnának ki, és így elevenednek meg ezek a képek, erre azt a kifejezést használták annak idején a kutató, hogy olyan, mint a fényreklám, amivel például egy mozgó autót megjelenítenek, hogyha tehát gumit akarnak eladni. Most kerékgumira gondolok, nem egyébre, mert más gumit is akarnak adni mostanában. Tehát ezek általában azt a képzetet keltik, mintha forogna a kerék, holott csak sorban gyulladnak ki ezek a kis lámpácskák. Valamit talán érzékeltet a kép, ezért is választottam ki az elég nagy anyagból ezt a néhányat, arról, hogy itt a fénynek döntő szerepe van. Tehát inkább úgy gondolom, a megvilágítás fokozatainak van. Ugyanabból a szikla anyagból áll a felső rész és az alsó rész, a fény mégis teljesen más közeget varázsol a felső vonulat. Ember alakjai köré, talán lehet látni, két álló ember alak van. Ilyen típusú képekkel, tehát nem vésett, hanem festett formában, Tassziliban is találkozunk, tipikus ikerképletről van szó. Tehát itt kezdhetünk hozzászokni ahhoz, bár ez mondjuk nem a legkorábbi időszaka az ősember művészetének, hogy bizony-bizony ugyanazokkal a képekkel dolgoznak, mint a jelenlegi kozmikus és egyszerűsvény üdvtörténeti keretben fogalmazó festészet, szobrászat, tehát képzőművészet. Mehetünk tovább. És ami szintén nagyon hangsúlyozandó, az a hangulat. Tehát akit úgy gondolja, hogy majd kikapcsolja az érzelmet, kikapcsolja a hangulatot, és csak rációval meg tudja ezeket közelíteni, az már vesztett is. Az akár abban is hagyhatja már amikát. Tehát itt az elsődleges hatástényező az a megragadtatás. Ha nem tud megragadni, akkor én sétálhatok ott hetekig, semmit nem fog tudni érdemlegeset mondani róla. Itt látható kép még mindig Wadi Rumból való, de már egy másik helyszínről. Ez már nem belül van, hanem egy kinti szikla felületen, előtte homok, mögötte homok, mindenfelé, és a nap tűz. Tehát itt már valóban csak a direkt fény tudja megszólaltatni a figurákat, és itt már az is látható, hogy olyan jelek veszik körül őket, amelyek a mi mai kifejezéseinkkel élve betűjelek, vagy kvázi betűjelek formáját öltik. Na most ezekkel újabb időkben elég sokat foglalkoznak. Érdekes módon magyar kutatók foglalkoznak talán legeredményesebben, tehát két nevet is kell említeni, és furcsa módon mind a kettő Varga
Ezzel nem akarok én semmi továbbit mondani, Varga, jól tudjuk a Virgó névnek a névváltozatát, tehát lehet tudni, hogy ezt a fajta analitikus megközelítést módot a továbbiakban is majd néhány Varga fogja folytatni, és ezen egyáltalán nem kell meglepődnünk. Az első Varga Géza, aki az Őskori írásbeliség című kötetet állította össze, és nagyon jó szempontok szerint analitikusan kezeli ezt a kérdést, és kicsit őrá is támaszkodva, gyakran idézve őt, Varga Csaba a Jel-Jel-Jel című vaskos könyvében dolgozott föl egész sereget ezek közül az ábrák közül, és van már egy újabb könyve is, amelyet el akartam hozni, csak aztán valahogy otthon maradt. Ez egy vékonyabb könyv, és az már inkább praktikus, hát hogy mondjam, szempontból dolgozza föl ezeket a jeleket. Minden esetre egy valamiről szívesen megszoktak felejteni, nem azt mondom, hogy teljesen kimarad a szempontjai közül, csak talán nem kap elég hangsúlyt. Hogy tudnélik, azok a jelek, amelyeket mi absztrakt jelekként értelmezünk, ugyanazok, mint amelyek a baloldalt fönt kirajzolódó tevének a pópját rajzolják le. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer van ábrázolás, aztán szünet után becsöngetnek, és következik a jelírás, tehát amikor betűkszerű jeleket kapunk, hanem minthogyha ezek a jelek egy darabig még le tudnák írni a valóságot, tehát be tudnak épülni konkrét formákba ezek az absztrakt jelzések, például egy pupnak a formába, például lábaknak a törésébe, és aztán van egy része a világnak, és itt van tulajdonképpen egy válság pillanata az emberi művelődés történetének, ahonnan kezdve nem tudnak beépülni. Tehát ez azt jelenti, hogy vagy a jeleket pontosították túl egy határon, az észszerűség határán túl, vagy a valóság vált arra alkalmatlanná, hogy befogadja ezeket a jelzéseket. Mindenesetre ez a folyamat nem csak itt Vávirumban, hanem máshol is követhető, és ezeket általában korszakolásra szokták felhasználni. Tehát arra, hogy az ábrázolásos jelleg az a korábbi, a jelszerű az a későbbi. Én nem merném ezt ilyen határozottan kijelenteni. Tehát tapasztalatokra alapozva úgy tűnik, hogy nem egészen ilyen egyszerű a kérdés. Miből indulunk ki? Kérném a következőt. Hát nem ebből, ezt poénnak hoztam, mehetünk már is tovább. Azért, hogy érezzük, hogy azért mindennek megvan, a tevének is megvan az eredetije ott a helyszínen, a feltartott kezű alaknak is, hát ha fölmerészkedik erre az elég magas hídszerű valamire, ezt azért lebeszélnék mindenkit róla, mert hát ha lehetett volna látni mondjuk mozgó filmen, azért egy kicsit így remegett a lába. Nem biztonságos ez a valami, csak hát már Géczi Gábor fölment előttem, hát akkor már ugye muszáj volt nekem is. Tehát lényeg az, hogy és a teve is eredeti, mehetünk már is tovább, de azért, hogy egy ilyen embert valaki fölvéssen egy sziklára, ezt felejtsük el, hogy ez a bizonyos naturális élmény kellett, tehát ez a hétköznapi élmény, mindegyiknek többlet jelentése van. Na most még egyel tovább megyünk, tehát először kijöttünk a barlangból egy sziklafalhoz, most pedig a földön, jól lehet látni a környezetéből, fekszik a kép. Tulajdonképpen az ember nem is nagyon érti, hogy tudott megmaradni, bár elég kemény az a kőzet, amelybe belevésték. A meghatározás a korban való elhelyezése emiatt aztán sokkal bizonytalanabb is, mint az előzőknek. Ez az, ami Tarhúnából való, és ez Líbia területén van ez a lelőhely. Na most miért kellett ezt a hármat így gyorsan egymás után, majd mindjárt tudnék Latko a harmadiknak bemutatni? Azért, hogy érezzük, hogy itt nem pusztán nyugat-európai jelenségről van szó. Tehát amikor ezekről tárgyalunk, akkor mi hozzászoktunk ahhoz, hogy igen, beszélünk Laszkóról, beszélünk Fondogomról, Pesmerről, és itt tovább, tehát a francia, dél-franciaországi, és a észak-spanyolországi baszkföldi elsősorban ilyen barlangképekről, vagy a barlangokban föllelt ilyen agyag szobrocskákról, de meg hát faragványokról, és így tovább, de valahogy úgy nem képzik meg előttünk, hogy hiszen ezek megvannak Észak-Afrikában is, például Líbiában, és nem csak a Tasszili fensíkon, hanem egész sereg más lelőhely is van. Úgyhogy majd alkalomattán ezekből is mutatnék be, mehetünk már is tovább, és sok mindent ezekből az egyszerűbbnek látszó dolgokból megtalálunk Skandináviában is. Tehát ha most én ezt úgy vetíteném, hogy egy kicsit elhomályosítanám a képet, vagy besötétíteném, és utána vetítenék egy skandináv sziklarajzot, meg nem mondanák nekem, hogy melyik van Skandináviából és melyik Líbiából. Pedig hát azért a kettő közt elég nagy a távolság.
Tehát úgy tűnik, hogy egy egyetemes jellegű műveltséggel állunk szemben, amelyet nem valószínű, hogy hátizsákban vittek egyik helyről a másikra, és piaci termékként hát bocsátottak áruba, hanem nagyon úgy néz ki, hogy hasonló környezeti feltételek ugyanezeket a leképezési módokat hívták elő az emberből, hát egymástól bizony, akár 1000 kilométeres távolságból is. Kérem a következő. Az előzők szarvasmarhák voltak, ritkábban ugyan, de nagyobb, nagy ragadozók is előjönnek. Erre mondhatjuk, hogy hogy előjönnek, hát hiszen itt az oroszlánnak van a hazája, ugye Líbia. Nem egészen ez a helyzet, ugye, és ott is előjön, ahol meg nincs hazája az oroszlánnak. Tehát itt megint nem jó a közvetlen hétköznapi létből kiindulni, és mindent abból magyarázni, bár az is kétségtelen, hogy ezeknek a műveknek nagyon szoros kapcsolata van a hétköznapi élettel is. Na, ezzel elbúcsúzunk Tarhunától is, kérném a következőt, és elmegyünk a harmadik helyszínünkre. Innentől kezdve lesznek bizony sötétebb képek is, mert szinte kizárólag barlangokban leszünk. Az az úr, aki itt alulról világítgatja a kis zseblámpájával a barlang hát mennyezetén kirajzolódó ilyen krikszkrasz ábrákat, ő az egyik leghíresebb újabbkori kutatója a nem csak a barlangképeknek, sőt nem is annyira elsősorban, vagy nem annyira barlangképekkel, mint inkább a jelekkel foglalkozott ő nagyon sokat. Marshall a neve, orosz származású amerikai kutatóról van itt szó. Elég sokat publikáltak tőle már magyar nyelven is, elsősorban folyóiratokban. A fölötte lévő ábra halmazzal kapcsolatban pedig egy olyan feltételezést kell megemlíteni, amelyik voltak éppen mai napig napirenden van, tehát lehet olvasni, találkozunk vele. Ez pedig úgy szól, hogy valahol az egész művészet, tehát az emberi művészet az őskorban innen indul el. Tehát magyarul, hogy elkezd firkálgatni az ujját, ugye a puha agyagban végighúzza a művész, és aztán rájön, hogy hát ebből úgy kirajzolódnak dolgok is. Itt lehet érezni, nyilván a gyermekrajznak a logikája működött, amikor egy ilyen fajta művészet kezdete, képet kezdte kirajzolni. Meg kell mondjam, hogy az én számomra ez soha nem volt meggyőző. Ezért kellett azt a címet adnom, hogy kezdetek, vagy kezdet, avagy menekítés. Tehát sokkal inkább arról van szó, hogy amikor mi már megjelenni látjuk a barlang művészet emlékeit, egy hihetetlenül magas szinten vannak. Ami azt jelenti, hogy itt nem itt keletkeznek a dolgok, hanem ide menekíti be őket az ember, éppen azért, hogy fönn tudjanak maradni. Most ha valaki abból indul ki, hogy itt mondjuk az ujjával kotorászott valamit a művész, az már eleve abból indul ki, hogy ezekben a barlangokban laktak. Ez valami egészen fatális tévedés, ezekben a barlangokban nem laktak. Tehát ez egészen ferde elképzelés szülötte, ugyanis ezek kultuszhelyek voltak. Ezek semmi nyomát nem mutatják annak, hogy tartósan bennük közösség, kisebb vagy nagyobb embercsoport úgy lakott volna, hogy mi ma a lakásainkban lakunk, vagy ahogyan bármikor az emberiség hát, lakhelyét használta volna. Teljesen más a szerepük. Ezeknek a barlangoknak a megközelítése elég körülményes. Ez nem csak a mai állapotukra vonatkozik, bár az is kétségtelen, hogy nagyon sokat változott a környezet, a tényleges használat és a felfedezés időszaka között. De bizony vannak olyan barlangok, amelyeket egyfajta szifonon keresztül lehet csak megközelíteni, amely azt mutatja, hogy mire elérkeztek a festett részhez, tehát a tényleges szentély részhez, nagyon komoly próbatételeken kellett átmenni annak, aki oda be akart jutni. Hát ha egy ilyen útvonalat végigjárunk, akkor mi ezt azt szoktuk mondani, ez a beavatás útvonala. És amit pedig bejárunk, az egy zarándok út. És annak a végét, azt, ami ott ér bennünket, az az élmény, azt meg kell érdemelni. Tehát azt nem lehet csak úgy, hogy én most ilyet csinálok, és akkor megjelenik nekem 3 bölény, meg 12 ló, tehát, és ráadásul egy olyan elrendezésben. Hanem azért keményen meg kell, nem azt mondom, hogy szenvedni, mert az annak szenvedés, aki az életet csak a cukros oldaláról ismeri. Valójában ezek nem igazi szenvedések, megpróbáltatások. No, minden esetre kérni már a következőt. Aki egy kicsit is foglalkozott már
a népművészettel, és hát mi azon azt hiszem már túl vagyunk, hogy kicsit foglalkozunk, mert már sokat foglalkoztunk, annak ezekből a firkákból rögtön kirajzolódnak hazai emlékek. Itt megint azt kell mondanom, hogy a képek egyik része az olyan lesz, hogy megpróbáltam olyan képeket válogatni, hogy a hangulata is hasonló legyen a barlangképekéhez. Tehát ennél sokkal jobb megvilágítású lőporszarunk is fönnmaradt, de ezzel az ábrarendszerrel, ahol szabályszerűen a firkákra emlékeztető absztrakt vonalvezetés indít, és utána egy adott ponton átcsap valamibe, ami már hol szerves létezésformát ad, növényt, állatot, embert, hol meg annak valamilyen megint csak szervetlenült részét, például a kalapját, csizmáját, és itt tovább. Tehát az egészben ordít az, hogy nem ügyetlenségről van szó, nem firkálgatásról van szó, hanem valaminek a nagyon határozott jelzéséről. Mit jeleznek ezek? Ha ezt az egyet ismerném, nyilvánvalóan nem merném ezt így kijelenteni, de hát gondolom elhiszik nekem, hogy én nem egy-két lőporszarút tanulmányoztam, és egyébként is a népművészetre ez általánosságban jellemző, nem csak a lőporszarukra. Miről van szó? Arról, hogy elindul egy energia. Ez az energia egy darabig még nem ölt testet, semmilyen testet. Se szervetlen, se szerveset, se kristályszerűt, se növényszerűt, se állatszerűt, se emberszerűt. És aztán vannak bizonyos pontok, ahol esélye képződik rá, hogy olyan mértékig összpontosuljon, hogy abból valamilyen tartós létezés létrejöhessen. És akkor elindul mondjuk egy növényi lét felé. A növényi lét az még egy nagyon gyors életforma. Tudjuk, a növény az magyar nyelven a növevénynek az összevont alakja, tehát itt még egy növekedés a jellemző, nem az állapotszerűség. Ha már az állatig eljut, azt jelenti, hogy már az állapotszerűség lett a jellemző. De ezek föloldható minőségek egymásban is, meg abban a vonalban is, amiből létrejöttek. És ezért van az, hogy valami mondjuk elindul állati lét felé, de nem jut el odáig, tehát nem szárny lesz belőle, hanem szirom lesz belőle. Utána folytatódik virágként, de utána egy hatalmas ugrással mondjuk mindez egy sellő alaknak a fején köt ki. Ami sellőnek már a középteste, tehát a lelkisége megjelen, és az már emberszerű. Aztán utána megint állattá válik. Mert az alteste viszont ugye halszerű. Tehát ezek a firkának titulált dolgok, ezek nem a, hogy mondjam, csak a primitívségnek, vagy a tanácstalanságnak, hanem egyfajta ráhangolódásnak a jeleként is értelmezhetők. Tehát én gondolom ismerjük az üzenetkapásnak azt a módját, amit automatikus írásnak nevezünk. Nem tudom, hogy mennyire ismert ez a kifejezés. Az, hogy mennyi hitelt adunk neki, az egy teljesen más kérdés. De hogy ez egy létező művelet, azt gondolom előbb-utóbb azért csak meg fogjuk tudni mindannyian. Ami azt jelenti, hogy ha elengedi az ember, én ilyet soha nem írtam, ezt rögtön hozzáteszem, viszont voltam jelen ilyen szertartáson. Tehát elindul nagyon hosszú ideig, tényleg semmi nem jön elő. Ha nem tudja ellazítani magát, akkor firkálni fog tényleg, és az utolsó mozdulata is firka lesz. De ha át tudja adni magát, tehát mint egy hordozó hullámává tud válni magasabb típusú közléseknek, akkor egyszer csak megjelenik valami. Most attól függően, hogy az illető műveltség a közléseket milyen formában adja, ezek vagy betűjelekké válnak, ez a legbonyolultabb egyébként, és akkor leírt szöveg jön. Hát ilyenből elég sokat tettek már közé magyar nyelven is, tehát ebből lehetett olvasni. A másik pedig, ami sokkal egyszerűbb, de nem úgy egyszerűbb, hogy a mondjuk a túloldalról, hanem úgy, hogy a világgal sokkal közelebbi kontaktusban tud maradni a közlés, amikor képekben közöl. Tehát amikor ez a vonal valaminek a körvonala lesz. És akkor egyszer csak belőle kirajzolódik egy olyan alak, ami mindig többet ad önmaga egyszeri megjelenésén. Tehát ez a ló, amelyik így jelenik meg, az nem csak ló, nem paci, arra nem fölülünk, azt nem abrakoljuk, hanem az egy minőséget fejez ki a világon, még meg egy roppant fontos minőséget. Majd látni fogjuk, ez lesz az egyik leggyakrabban megjelenő minőség a
úgynevezett franco-kantábriai, tehát a dél-francia és észak-spanyol barlangfestészetben. Ezt csak arra mutatom példának, ez a Bajai Tűr István Múzeumnak az egyik tárgya, az előző az a debreceni déli múzeumnak volt, természetesen raktárban van mind a kettő, de ezen nem szabad csodálkozni, hiszen fontos dolgokról van szó. Tehát a mángorlón gyönyörűen látszik pontosan az a folyamat, amiről az előbb beszéltem, nem is fűzök hozzá több kommentárt. Mehetünk tovább, kérjünk a következőt. És akkor ez az, amit egy ilyen gyors vágásként utána tettem, csak azért, hogy olyan rettenetesen azért, szóval ne kezdjünk el berzenkedni, hogy lehet ezeket ilyen módon kezelni. Hát tessék megnézni, ezek kötkamrában készült felvételek, és abból ez a nyomhagyás tipikus esete. Tehát abból a nyomból, amelyet itt hagyott az illető anyagféleség, illetve az a sugárzás típus, amelynek a nyomát látjuk, abból lehet következtetni. Tehát le kell olvasni szabályszerűen. Ha valaki nem ért hozzá, az mit mond? Hát itten firkálgattak a fizikusok. Mert volt sok szabad idejük, és hát ezek ilyen térkitöltő mintázatok. És hogyha ez mondjuk ilyen módon bekerülne jelenleg mondjuk véletlenül a Néprajzi Múzeumba, valószínűleg így is tárgyalnák. Tehát itt vigyázni kell, mert ha én nem értek valamihez, tehát nem tudom, hogy valóban vezetik az ember kezét, és azt tud valóban megjeleníteni, és mindig azt kell mondjam, valóban fontos dolgokat, akkor számomra ez éppen úgy ornamens lesz, tehát díszítgető forma, mint amilyennek mai napig titulálják a népművészetünk, vagy a barlangművészet bizonyos hát ábra típusait. Mehetünk tovább. Ami ebből azonnal észrevehető, tehát hogy ez itt egy forma, ez egy ló, azt jó, azt leolvassák, azt elég régen leolvassák már, kategorizálják is, tehát elbetű, nagy elbetű alatt szépen olvasható ez a ló. De hogy ez tulajdonképpen egy vonal együttesben jelenik meg. Tehát itt nem arról van szó, hogy csak annyi vonal, amennyi a lovat leírja, hanem egy rendszerben jelenik meg. Hát azt legfőjebb, hát elég korán elkezdték már ezeket ilyen sebb helyekként, tehát hogy itt most valamilyen vadászmágiának vagyunk a tanúi, amelynek valóban vannak analógiái egészen újkorból, és ezek meggyőző analógiák is. Tehát ez mégis nem arról van szó, hogy teljesen rossz az elképzelés, de semmiképpen nem lehet kizárólagosnak nevezni. Tehát, hogy ez tulajdonképpen az elejtést segítette volna. Először úgy zajlott le a hát, hogy mondjam, vadászati szertartás, hogy rítus keretében ugye, fölrajzolták az elejtendő állatot a falra, és hát a sebeket pedig vagy úgy, hogy lándzsával beledobáltak, vagy úgy, hogy fölrajzolták rá. Na most ilyen nyomot lándzsa nem hagy. Tehát ez egy egész seregképpen bizonyították, és régen, tehát ezek nem tegnapi felismerések. Nem lehet szó ilyenről. Teljesen más típusú volt a nyíluk, mint amit a kutatók általában nyílnak szoktak értelmezni, tehát hogy belecsapódik a nyíl, és ezt megjelenítették. Nem ilyen volt a nyíluk. Mit tehetünk róla? Aztán nem ilyen nyomot hagynak azok a fegyverek, amelyikből úgy nagyjából rekonstruálhatóvá vált néhány. És semmi értelme nincs ennyiszer, és miért a hasát? Szóval ezek nyilvánvalóan nem jó nekiindulások. Az analógiák nagyon jók voltak, de a végső magyarázat nem. És egészen addig nem is lehet velem mit kezdeni, amíg két dolgot legalább nagyon komolyan nem veszik. Az egyik az, hogy milyen környezetben jelenik meg. Tehát az azt jelenti, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy ilyen szikla, tehát egy barlang belsőben a sziklának milyen a domborulata, hogy egyáltalán jut-e ide fény, ha igen, akkor milyen úton, módon, mifelé vezet és miről vezet le. Ez például egy ilyen járatszerűből kifejezetten jön kifele. Na most, ha én tudom, hogy a ló az a bennünket körülvevő világ egyik legfontosabb tényezője, rajta kívül egy van még, ami ennyire fontos, de érdekes módon ebben a korban, tehát a barlang művészetet ezt az időszakát, ez a Magdalénien kor, ezt általában a Krisztus előtt 13 évezreddel szokták nagyjából betájolni, tehát innen mától visszaszámolva ez kb. 15 ezer évnek számít. Ezek természetesen nagyon hozzávetőleges adatok. Na most ebben az időszakban feltűnően nagy szerepe van a lónak, feltűnően nagy szerepe van a bikának, és feltűnően nagy szerepe van a bölénynek.
Ehhez képest a többi, nem azt mondom, hogy nem lényeges, de jóval kisebb súlya szerepel. Tehát már ezen el kellett volna gondolkozni. Ugyanis ezek közül kettő, az az egész földi élet szempontjából a döntően fontos két minőség. Az egyik az a ló, ez ugyanis folyamatosan, mióta egyáltalán világ, és amióta a lovat egyáltalán megjelenítik, azóta mindig a nyilasnak megfelelő minőséget jelölte. Tehát ez azt jelenti, hogy azt a minőséget, amelyen keresztül a saját tejútrendszerünk központjából folyamatosan árad be egyenes úton az energia. Tehát ez magának a teremtő erőnek a közvetítője a földi közegbe. És bármilyen furcsán hangzik, akármilyen más megközelítésből tárgyalom, egyszerűen nem érthető, hogy minek ennyi ló. Nem is érték. Nem ettek ezek annyi lovat. Hát akkor minek ennyit megjeleníteni? Tehát ha tudom, hogy mi volt ennek a jelentőség, akkor viszont rögtön érzem, hogy ennek, mármint a ló tulajdonságnak, voltak itt a lóságról van szó, a legmagasabb értelmében a kifejezésnek, hát annak kulcs szerepe van az emberi minőség földi megjelenése, illetve fönnmaradása szempontjából. Döntően fontos. Ha onnan nem tudja behozni az energiát, a saját tejrendszerű központja, pulzáló jellegű működése, hát folyamányaként létrejövő energiát, akkor azt jelenti, hogy leáll egyszerűen az élet a Földön. Nem csak a Földön, az élet biztosan leáll a Földön. Tehát a földi környezet az egészen biztosan nem tud tovább menni. Na igen, de hogy kerül ide a bika? Hát nyilván az edzettebbek már rögtön esnek ki a padból, mert ha innen földből nézem, akkor csillagkép értelemben a ló irányába a saját központunkat látom, a saját tejútrendszerünk generáló központját. Ha pedig azt nézem, hogy kifelé, tehát a széle felé melyik csillagkép esik, akkor nem az ikrek esik, tehát nem az, ami szemben van a nyilassal, hanem bármelyik csillagászati könyvben meg lehet nézni, hanem a bika. Tehát ami a külső világot jelenti, ami tulajdonképpen egy nagy erő, de fenyegető, az a bika formájában jelenik meg. Na most, ha ezt sikerül megszelídítenem, sikerül a fehérségét felszabadítanom, akkor megnyertem a játszmát. Tehát az élet játszmáját ugye sikerült dőlőre vinnem, illetve hát megnyernem. A másik eset viszont, hogyha ez befeketedik. És mind a két változata megvan. Akkor fenyegető erővé válik, és akkor bizony a ló irányából érkező teremtő jellegű erőnek nagyon-nagyon kemény próbatételei lesznek. Majd látjuk, ezek bizony mind megjelennek. És bár a továbbiakban ilyen többféle helyszínű, ez például spanyolországi helyszín, ez a Cueva de la Pileta, ez egyetlen helyszín, amiről most a többi képet is veszem, hogy ne a különböző helyszínek stílus különbségein rágódjunk, hanem próbáljuk a tartalmi különbségeket észrevenni. És ami még itt nagyon fontos, arra továbbiakban még föl fogom hívni a figyelmet, az a következő. Tessék megnézni, meg vannak erősítve bizonyos vonalak. Most erre mondjam persze, hogy megerősíti, mert hiszen ott a sörénye van. Tényleg a hasra alatt is? Tehát bizonyos típusai az ábrázolásnak, mintha kiemelten fontosak lennének. Na most ebből, ha semmi más nem veszünk észre, már lehet gyanítani, hogy a körvonalnak ugyanolyan fontos szerepe lesz, mint amilyen a Vádi Rum esetében az utolsó bemutatott képnek, hogy tudnélik, ezek még együtt vannak az ábrával, együtt lélegeznek vele, de már mindnek van kvázi betű jelentése is. Tehát ez azt jelenti, hogy körbe olvasható a kép. Most nagyon érdekes, hogy ez mint lehetőség tulajdonképpen fölmerül Varga Csabánál is, nem véletlen talán, hogy egy rajzfilmesről van szó. Tehát hogy Varga Csaba, tudjuk, rajzfilmes, rajzfilmmenedzser és itt a listát, tehát nagyon közeli kapcsolatban van a rajzfilmmel. Na most a rajzfilm, amíg méltó erre a névre, addig a vonallal dolgozik. Amikor már nem méltó rá, akkor elkezd bohóckodni. Tehát ez sajnos ma már az általános gyakorlat, de pontosan a teremtő erejét a vonalnak,
a mozgópontnak használja ki. Ezért olyan rendkívül szuggesztív a rajzfilm, ezért tud hihetetlen erővel hatni gyermeki kedélyekre is, de gyermeknek megmaradt felnőttekre is. És ezért lehet vele például a kútmérgezést, szó szerint kútmérgezést nagyon eredményesen végrehajtani. Na most itt tehát fölfigyelünk a nyakvonalra, amit a sörény még valamelyest indokolna, és akkor tessék fölfigyelni erre a vonulatra. Ez itt egy jelrendszer. És ez azért nagyon fontos, mert rendszeresen elő fog jönni. Ott is, ahol már nem vonalat használnak, hanem kitöltik színnel az állat testét, ez a vonulat ott is megmarad. Kérem a következőt. Különböző állatokban mutatok be egy csoportot, már is itt lehet egy kicsit gyorsabban, ugyanez a Cueva de la Pileta, és kezdhetünk fölfigyelni rá, hogy a megjelenő állatok ebben a barlangban, például ugye a szarvasmarha, a ló és a kecske, még eddig mindegyik benne marad abban, amit mi keleti állatőrnek nevezünk, és ha tovább bontjuk, tehát további állatokat kezdünk el vizsgálni, kiderül, hogy azok meg holtházértékben szintén benne vannak, a 28 elemű, és egész a mai napig keleten használt évszámon tartási rendszerben. Tehát a kecske például nagyon határozottan a baknak megfelelő egység, és már azt is lehet tudni, hogy ez a bikával egy elemi tulajdonságú lévén annak részegységét is képezheti. Na most ezt miért kell ennyire részletezni, hogy említettem, hogy három kiemelt állat van, ebből láttuk a lovat, láttuk a bikát, illetve majd fogjuk látni részleteiben is, és ugye van egy harmadik, a bölény, azzal majd később fogunk foglalkozni, a kecske és a bölény egyetlen tengelynek a két végpontját jelöli. Na most ebből a számunkra az élet, ne felejtsük el, mi a tét, az élet. Tehát a tét nem a baknál, hanem a bölénynél dől el. Miért? Mert a bölény az a nyári napfordulós ráknak a keleti megfelelője. Ezt szokták bivajjal megjeleníteni, szokták ökörrel, szokták bölénnyel. Magyar népbaladában is szerepel bölényként is. Tehát ez azt jelenti, hogy a bölénynek kulcs szerepe van, mert hiába jelenik meg a földi környezetben egy tejútközpontból érkező táltosló által közvetített energia, még ha egyensúlyozni tudja a túloldalról jövő bika energiákat is, tehát kialakul egy bizonyos modus vivendi, egy életvitelre alkalmas környezet, akkor sem itt dől el a dolog, hanem hol dől el? Ott, hogy vállalja az anyaságot az arra alkalmas minőség, vagy nem vállalja. Ha nem vállalja, akkor nem lesz élet. Na most ezt a minőséget pedig az évkörben a bölény testesíti meg. Tehát ha a bölény befeketedik, akkor jaj az életnek. Ha ez a bölény életerős és vállalja azt, hogy tovább viszi az életet, akkor nem kell félteni. Tehát ezekkel a minőségekkel, legalábbis ezzel a hárommal feltétlenül foglalkozni kell minden olyan műveltségnek, amelyik számára egyáltalán az élet az fontos kérdésnek minősül. Na most tehát a kecske egyébként nagyon ritkán jelenik meg a franco-kantábriai együttesben, szó sincs, hogy azonos értékű legyen. Nagyon érdekes, hogy bár a kritikus pont valóban a kecske időszak, tehát a téli napforduló, de nem ott dől el. És ez nagyon fontos kérdés, mert mi általában tüneteket vizsgálunk. Tehát az egész modern tudomány itt bukik meg, hogy mindig csak tünettel foglalkozik. Abból aztán következtet, de mire már tünethez érkezünk, általában elkéstünk. Tehát ezért van az, hogy a kórházak mellett általában már ott van a temetkezési vállalat. Nagyon helyes. Ezzel a kórházi gyakorlattal tulajdonképpen nekik termelünk. Tehát minden esetre más mehetünk tovább, ez még mindig a Cueva de la Pileta volt, és akkor ugyanebből a barlangból néhány úgynevezett firka. Na most ezeket általában a függelékben szokták közölni, vagy egyáltalán nem közlik. Miért? Azért, mert mennyivel mutatósabb volt az előző, meg az azt megelőző, meg az azt megelőző. Ezek meg hát alig alakul ki, hát ez semmi. És közben pedig itt lehet pontosan látni azt, hogy az alsónál ez a széthajló kettős ív, ez pontosan a tavaszi napi egyenlőségnek a jele, mai napig.
Így jelöljük, ez a posnak a jele. És ahogy a fény növekszik, mi lesz belőle? Természetesen a bika. Na most, ha valaki ezt nem veszi észre, akkor már azt mondja az ember, hogy hát ott már gond van, ott valahol máshova kéne eltanácsolni. Tehát hihetetlen, hogy mennyire a szájunkba rágják, és még azt is a szájunkba rágják, hogy ami magasabban van, az a fény miatt van magasabb. Tehát nagyobb a fénnyel való telítettsége. Ezek fényszentélyek, ne felejtsük el. Na akkor ennyit a legegyszerűbb kérdésekről, kérném a következőt. Most innen áttesszük a helyszínt Laszkóba, és azt hiszem, hogy végig ott is fogunk maradni, talán Pesmentből fog még mutatni, ez szintén a dél-franciaországi barlangokból való. Hát a legrészletesebben földolgozott, és mondhatnám úgy, hogy a legmutatósabb őskori barlangművészeti együttes az mai napig is a laszkói. Tehát ahhoz elég későn fedezték föl, hogy már a megóvásáról tudta gondoskodni. Mert tudjuk, ezeknek óriási veszély, hogy betódul a turista csapat, és akkor a lélegzetben lévő széndioxid keveredve a levegő nedvességtartalmával, hát előbb vagy utóbb bizony károsítja ezeket. Úgyhogy most már a legjobb tudomásom szerint Altamirába se enged, már régen nem engednek be, hanem általában csinálnak róluk egy az egyes méretű makettet, és abban egészen pontos színhű másolatokat, és akkor abba be lehet menni. Mert azok már olyan festékkel készülnek, aminek nem árt a lélegzet. Tehát mindeset ezek még az eredetiről készültek. A Skira kiadónak volt egy csodálatos album a 60-as években. Mi általában abból hát ismerkedtünk a barlangművészettel, elsősorban Laszkóval. És hát itt azt is lehet érzékelni, hogy a kétféle minőség, tehát a ló és a bika igen gyakran egymásba íródik. Most ezeket általában, mint egymásra következő korszakok tanulmányait szokták értelmezni, elfelejtve, hogy a művelődés története tele van olyan ábrával, a magyar népművészet is, ahol az egyik állat testében megjelennek a másik állatnak körvonalai, esetleg több állat is. A szkita művészet meg éppen tele van ilyennel. Tehát van egy vonulata az emberi művelődésnek, ami éppenséggel ez a jellemző. Más kérném a következőt. Tehát Laszkóban vagyunk, és itt a bikák, ez a bikák nagy terme, hát ez talán a legtöbbet reprodukált, legreprezentatívabb dolog, és erre azt mondhatjuk, most mi a csodának itt fényről beszélni, meg ilyen fényszentélyt, ezek gyönyörű festmények, hát egészen impressionisztikusak, és elégedjünk meg, ez egy esztétikai gyönyörűség tárgya, nem kell mindenre mindent belemagyarázni. Ez egészen sokáig én is ezen a nézeten voltam, különösen azért, mert valóban megkapóak. Egész addig, amíg kezembe nem került, akkor még csak német nyelven megjelent, angol szerzőnek a német nyelven megjelent kiadványa, őt Annette Lamingnak nevezik. A másik pedig egy Leroy Gourhan. Mind a kettő a maga idején, ez azt jelenti, hogy már a 60-as években forradalmian új szempontot vezetett be a barlangok vizsgálatába, mégpedig rendszerszerűségeket fedezett föl. És miért volt ez forradalmian új? Mert nehezen volt egyeztethető a makogó ősemberrel, aki így pattintgatta 3 hétig azt a valamit, amivel utána hát még csak borotválkozni se lehetett. Nem is beszél arról, hogy nem volt áftersérje. Tehát ezek borzasztóan kemény próbatételek voltak a kutatásnak, hogy állandóan egy ilyen makogó félmajmot kellett mögéje képzelni az alkotásoknak, ami sehogyan nem volt egyeztethető. Tehát amikor én elkezdtem az egyetemen a tanulást, akkor az első évben két ilyen döntő élmény élt a barlang festészet irányából. Az egyik az egy német szerzőnek, Wilhelm Waringernek a műve, dupla vével és két erre Waringernek írja nevét, Wilhelm Waringer, amelyet nem is a barlangművészet tanulmányzása során fedeztem fel magamnak, hanem a modern művészet, a németországi modern művészet bölcsőjénél ő volt az egyik bába. Erre a Waringerre hivatkoztak a úgynevezett Blauer-Reiter körnek a képviselőt, Kandinsky, Jablonski, Eschital, Franz Marc, és ennek a nyomán az ember egyszer kézbe vette a könyvet. Ennek az volt a címe, hogy Abstraktion und Einfühlung. Döntő szerepe van a
20. század eleje, hogy mondjam, gondolatvilág kialakításában elsősorban a barlangművészetre vonatkozóan. Na most mi volt ebben olvasható? Hát ő úgy modellezte az emberi művelődés történetét, hogy abban az absztrakció és az Einfühlung, tehát a beleérzés hát határozza meg ilyen hullámszerűen a művészet alakulását. És a kezdetnél a félelem motivál, a félelem pedig arra indítja az embert, hogy absztraháljon. Tehát ne jelenítsen meg részleteket, mert fél tőlük. Ebbe az a képzetkör fért bele, amelyik az új kőkorral jelenik meg először, és ahol már tényleg elég sok absztrakt jel jelenik meg. Na most utána jönne ugye a klasszikus ókor, ahol az Einfühlung, a beleérzés, a átlelkesítés részletformákkal való felgazdagítás történik, majd utána következne a középkor, amelyik megint az absztrakció irányában húz vissza, és utána a reneszánszal megint följön az Einfühlung, a beleérzés. És ennek a lecsengése a 20. század elején következne be, tehát törvényszerű lenne az abstrakció megjelenése, ez szerint az elmélet szerint, a 20. század elején. Tehát nem csoda, hogy mint a Bibliájukat úgy forgatták a modern művészek, legalábbis a német nyelvterületen, Nyugat-Európában ezt a könyvet. Csak egy apró gond volt, hogy Boringer korában, a 20. század elején már ismertek voltak, ez még nem volt akkor ismert, ez jóval később fejezték föl, de már Altamira ismert volt. És már az első olyan barlangképek, amelyek hát semmi módon nem voltak absztraktnak nevezhetők, azok már bizony bejárták a sajtót. Tehát nem lehetett nem tudomásul venni őket. Na most, hogy oldottam a kérdést Wallinger? Azt mondja, hogy ezek még nem nevezhetők művészeti alkotásoknak. Ezek olyan dolgok, mint hogy a gyerek is firkál, vannak köztük nagyszerű ábrák is, de ezeket még nem lehet a tudatos alakító hát, szándéknak a számlájára írni, tehát ezek lehagyandók a művészet történet elejéről. Nem tudom, értetek, megoldotta a kérdés, nem fér bele a skatujámba, annál rosszabb ránézve kihagyjuk. Tehát ez volt a Wallinger-féle elképzelés. A másik óriási szerencsére ugyanekkor került az életembe Fülep Lajos. Most Fülep Lajosra és annak idején már Csontvárival kapcsolatban is hivatkoztam, óriási szerencsémre egy évig ő tanított az első évben az egyetemen, 62-63-as év, bocsánat, 57-58-as év volt ez, 62-63 az a 61-62-es az a végzés kettős éve volt. Tehát ez az 57-58-as év, Fülep Lajos, hát amennyire súlyt tudott ő adni egy dolognak, nagyon tudott súlyt adni Csontvárinak is, hát annyira megadta a súlyt a barlangművészetnek is. Tehát ő mindig hangsúlyozta, hogy a barlangművészetet soha az emberiség nem tudta fölülmúlni. Soha. Tehát amit művészileg egyáltalán az ember képes létrehozni, annak a csúcsán van a barlangművészet. És meg is nevezte Altamirát, akkor már Laszkó is elég ismert volt, és a többi szépen sorjában. Na most, ez a kettő akkora távolságra volt egymástól, mint értékelés lehetőség, hogy itt egészen nyilvánvaló volt, hogy valamilyen új szempontot be kell vezetni. Hát ez a új szempont nagyon szabályozott magára, mehetünk tovább. Egészen addig, amíg elég jó minőségű felvételek, mert ez nem éppen azok közé tartozik, de egészen jó minőségű felvételek rendszereket nem tettek közé ezekből a barlangokból. És itt indult el Annette Laming, és itt indult el Laura Gauran. És ők mutatták ki először, hogy hoppá, álljon meg a menet. Ezek nem össze-vissza vannak ám ezek az állatok. Ezek nem akárhol helyezkednek el, és nem pusztán arról van szó, hogy jelölnek bizonyos irányokat, hanem arról is szó van, hogy melyik állat melyikkel együtt szerepelhet, és melyikkel nem. És miután ők statisztikus módszerekkel dolgoztak, más szempontjuk nem lévén, ez megint egy hiánybetegség, amiből azért jöhetnek elő értékek is. Tehát végül is a statisztikák egyértelműen kimutatták, hogy bizony rendszer van. Rendszer van az úgynevezett Magdalénienkor, tehát a magdaléni kornak szokták magyarra fordítani, ennek a barlangfestészetébe, és ezen belül ők számszerűen is tudták
hát hogy mondjam, minősíteni, azt, hogy a ló ennyivel több, és hát az előfordulása ilyen és ilyen környezetben jellemző, tehát mindesetre annyit már ki kellett mondani, nem hogy ki lehetett, ki kellett mondani, hogy ez nem a makogó bamba majom embernek volt a termék. Tehát itt valamit meg akart örökíteni. Na most a fonalat tulajdonképpen itt vette fel egy magyar kutató, László Gyuláról van szó. László Gyula életművében mi hozzászoktunk, hogy az őstörténet, a magyar őstörténet szerepel kitüntetett helyen. Hát nem egészen így van, az is, de az egyik legkiválóbb könyve, ami lehet, hogy túl fogja élni az őstörténeti munkásságát is, az az Ősember művészete című munkája, egy kitűnően megírt könyv, és amit egyáltalán addig közzétettek a legfrissebbeket, tehát egy Annette Lamingről már ő tud, már ő méltatja, és összesíti az addigi összes elméletet. De én ezzel most azért is nem foglalkozom részletesen, mert én onnan szeretném folytatni, ahol abba hagyta. Tehát minden esetre már ő fölveti, hogy hát elnézést kérek, hát ezek mögött akkor kellett legyen valamilyen rítus, egyszer, kettő, valamilyen történet. Tehát magyarán szólva, ezek mögött valamilyen eposz jellegű, tehát a világ mindenség történéseit egyetlen esemény sorozatra fölfűző történetnek kell lenni. Ezek teljesen olyanok, mintha valamit megjelenítenének. Most László Gyula, mint annyi más helyen, itt is zseniálisan eljutott egy felismerés küszöbéig. Miért csak a küszöbéig? Azért, mert két módszertani kérdésen soha nem tudott túljutni. És ez egy döbbenetes dolog volt, mert én tulajdonképpen tanítványa vagyok. Tehát szinte már egyfolytában így drukkoltam, hogy lépjen már túl, de hát az ember a professzorát mégsem lögdösheti. És az egyik ilyen módszertani problémája az volt, hogyha két lovat látott, az számára két lovot és semmi más. Tehát ezek annyira döbbenetes dolgok, hogy tényleg csak térben tudott értékelni jelenségeket. És a tanítványa is. Tehát állandóan itt van az ütközésem a tanítványaival, mert számukra, hogyha itt leszámolhatom mondjuk 15 ló van, akkor az 15 ló és semmi más, minden más egyéb belemagyarázás. Nem érdekli, hogy a fény számára ez nem 12 ló, mindig csak egyen van rajta a fény. Aztán megy tovább, aztán megy tovább. Tehát maga a ló megy tovább. Azáltal, hogy a fény egyszer az egyiket, aztán a másikat, aztán a harmadikat, a negyediket hozza fényre. És ez nem is szűnik meg ez a módszer az ősember művészetével. Hát mert látni fogjuk, ez Bazilikájában még teljes működés ennyivel bizonyítható lesz. És hát egészen a mai magyar népművészetig pontosan ez az alapelv, hogy egyszer van időbeli és egy térbeli értelmezhetősége. Tehát ezen ő sajnos nem tudott túllépni. Hát a másikat most nem részletezném, az annyira nem érdekes, de tudnunk kell becsülni úgy hát történész, művelődés történész elődeinket, hogy észreveszik ezeket a módszertani, hogy mondjam, kis gátjaikat, és ha már rajtuk nem tudunk segíteni, legalább mi magunk ugyanott ne bukjunk föl. Ezzel tartozunk nekik is. Na minden esetre kérjük a következőt. Tehát itt lehet talán jól látni, hogy ezek valóban vonulnak valahová, ezek a lovak. És azt is lehet látni, hogy nagyon nem mindegy, hogy fölül megyek, vagy alul megyek. Tehát ez kétféle vonulás. Ez nekünk persze, hogy ma már sokkal ismerősebb, mi már ismerjük Velemért, ismerjük azokat a példákat, ahol ezt konkrétan lehet bizonyítani. De az egész ilyen irányú vizsgálódás, de látjuk itt fölül, bal oldal fölül, itt van az egyik hatalmas bika. Tehát ez a bika, ez tulajdonképpen, mintha hajszolná a lovakat. Mintha üldözni, mintha előre mennének be. Tehát egészen addig, amíg itt a módszertan alapelve ki nem dolgozódtak, addig az ember nem tudott tovább menni. Csak azt mondta, hogy igen, emlékeztet engem például a Sixtus kápolnára is. Sőt, még annak idején emlékszem, ez 75-ben kezdtem először foglalkozni, ennyire részletesen, tehát a felvételek egy része még ebből a korból származik. Tehát 75-76-ban Debrecenben, és akkor még ezután a Sixtus kápolnát vetítettem. Tehát ott még csak annyit lehetett kimondani, hogy szent helyek.
És hogy ez a logika, ez bizony még Michelangelo-nál kimutatható, bár teljesen más programmal mentünk tovább. Hát itt most nem tudom, hogy hátulról és a karzaton lehet-e látni. Tudnék, van egy kulcsmozzanat ennek az egész együttesnek. És az az érdekes, hogy maga a reprodukciót közzétevő szerző se jött rá. Meg kell mondjam, mai napig egyik sem. Holott kitűnően lehet látni. Az egésznek ugye a fény a főszereplő, hát nyilván mindenki azt mondja, hogy itt a bal oldal, nem így van, ez egyszerűen egy rossz fénykép. Tehát én magam vettem fel annak idején, ráesett a reprodukcióra fény. De van ott valami. Mégpedig a bika feje fölött, a másik bika szarvai fölött közvetlenül, és a harmadik bika, amelyik már fejjel lefelé látszik ott fönn, az hát majdnem úgy fölökleli. Még ráadásul egy ilyen nyílszerű valami vonal is majdnem a felé mutat. És ez micsoda? A szabályszerűen egy kerek lyuk. Most ezzel a lyukkal senki nem foglalkozik. És ha az ember kimondja, hogy kezdetben volt a lyuk, akkor itt egy nagy röhécsel is lesz, és mindenki egy lyukra gondol. Tehát az a helyzet, hogy ennélkül a lyuk nélkül az egész kérdéskör tárgyalhatatlan. És szemmel láthatóan e körül forog az ábraanyag. Tehát eredetileg itt vagy tényleg be tudott jönni a fény, vagy, és ezért mondtam a címben, hogy menekítésről van szó, hogy tudnélik az emlékét őrzi egy olyan rendszernek, amikor még be tudott jönni a fény. Na most, erre azt lehet mondani, hogy jó, persze, mert nem tudja ténylegesen magyarázni, most akkor kitalál egy ilyen ostoba elméletet. Jó, legyen ez addig ostoba elmélet, amíg nem mutatom a bizonyítékokat. Akkor nézzük tovább. Tehát, először is nem én vagyok az első, aki észrevette, hogy ezeknek a lyukaknak, amelyek van úgy, hogy természet által kialakított lyuk, de van úgy, hogy szemmel láthatóan az ember hozzá dolgozott. Ezeknek bizony nagyon fontos szerepe van az őskor művészetében. Egy német kutatónő, úgy hívják, hogy Marie, tehát Marie-nek írja le, E.P. König, König, mint király. Tehát az ő könyvében, ez is abból a könyvből van reprodukálva, tele van olyan ábrával, hogy direkt ő az Île-de-France, tehát a Párizs környéki vidéknek az őskori ilyen apró barlangjait ment, egy nagyon fáradtságos, hosszú munkával ezeket szépen bejárta, egyenként lefényképezte, és kiderült, hogy bizony azok az ábrák, amik ott sziklákban vannak vésve, azok mind egy-egy ilyen fényforrásból, kerek ablakszerű fényforrásból kapják a fényt, és az vonul rajtuk végig, ez a fény, és az hozza el őket a sötétségből. Tehát megint a sötét kamra elv, amit az Onyega-tó partján már ugye más környezetben bizonyítottak, mehetünk már is tovább. És akkor az ember egyszer rájön, hogy de hiszen az egész barlang képzet, az végig vonul a művelődés történetén. Tehát az építészet történet ezeket centrális tereknek és kupolával lefedett tereknek nevezi. Tehát ha a lefedés technikát nézem, akkor a kupolásnak lesz, ha az alapra nézem, centrális tér. És gyakorlatilag mindenütt erről van szó, de soha nem így tárgyalják. Kérném a következőt. És akkor mi van, ha én fölül nem tudom megnyitni? Akkor utalok rá. Tehát ez az egyik nagy mecset, a kék mecsetnek a kupolája, és ott fölül nem megnyitják, hanem korán idézet van. És ennek a korán idézetnek az aranya fölírt betűit a sorra jövő fény. Tehát ami percről percre másképp esik be, az világítja meg. Tehát ahol a fénynek kellene megjelenni, ott nem a fény jelenik meg, hanem az, aki a fényt megteremtette. Tehát túlmutat önmagán a fény. Ez azt jelenti, hogy a lyuk nem mindig közvetlenül jelenik meg, mert hiszen amikor közvetlenül jön be rajta a fény, akkor sem a fény az érdekes, hanem az a teremtő erő, amelyet közvetít felénk. Mehetünk tovább. Most ezt már nem azért, mert ami a középen van, hanem azért, ami az ablakokon bejövő fény. Tehát itt most a bal oldalt lenti két ablak nem önmagáért érdekes, hanem ami alatta megjelenik. A két a szem közti ablakból bejövő fényfolt miatt. És ez bizony körbejár. És ezt azért jó észrevenni, mert hát majd ennek látjuk a megjelenési módját, amikor majd egyszer még velemérről szó lesz, az nem ebben a sorozatban lesz, hogy ezek bizony szépen letapogatják a velük szembe eső felületről
az ábrákat, és ahogyan végigvonul rajtuk a fény, azok úgy jönnek elő a sötétség, úgy kapnak értelmet, úgy világítódik meg az értelem, mehetünk tovább. Tehát ezért mindenképpen egy körbe, hogy mondjam, vonuló állapot seregletet és állatseregletet kell elvárnunk, ha egy ilyen logika szerint működő hát barlang belsőt kapunk a laszkóban. És ezt megint azért mutatom, hogy legfölül megint nem a fény jön be, hanem a kereszt. Tehát az, amin keresztül mi a teremtő erőt meg tudjuk idézni, mehetünk tovább. Ezek most nagyon gyorsan, legalábbis elvileg nagyon gyorsan ergőképek lesznek. Azért kell időnként nagy távolságokról is hozni példát, hogy nehogy azt higgyük, hogy az ember talált egy kupolát, és most mindent ennek alapján akar megmagyarázni. Tehát ez például Belső Ázsiában van, a Tunghangi együttesnek az egyik épített belseje, és nagyon pontosan lehet látni, hogy ott fölül bizony az zajlik le, amit mi kör négyszegésítésének szoktunk nevezni, tehát amikor a Föld felé jövő hatások, Föld ebben az együttesben nem a körrel idéződik meg, hanem a négyszöggel. Tehát ott már van négy égtáj, ott már van négy évszak, tehát ilyenkor már lebontódik a fény a földi használat szempontjai szerint, kérjünk a következőt, és akkor már is megkapunk egy olyan modellt, ami a mai napig is eleven. Tehát ennek, amit az előbb láttunk, a tunghangjának szabásán itt rajzolódik ki a képe. És ez pedig megint két különböző korszak és két különböző hát, égtáj vagy földrész, hiszen a bal oldal, ez a Volantum Ludus, ez a repülőknek a játéka, ez még a konkviszta, tehát Észak- és Dél-Amerika meghódítása, vagy Közép- és Dél-Amerika meghódítása után nem sokkal készült, és egy olyan játékot ad, amit a mai napig játszanak. Általában idegenforgalmi nevezetességként szokták bemutatni, elég sokszor reprodukálják, szoktam is ilyen képeket is bemutatni, csak most nem akartam ezzel húzni az időt. Aminek az a lényege, hogy föltekeredik spirál alakban ez a négy kötél. Már ebből láthatjuk, hogy spirál működni kezd, az vajon minek a működése lehet? Mi az, ami spirál és élet jön ki belőle, hát nyilván a spirál galaxisnak a működése, és abból jön le, és miközben lejön, illetve tekeredik le, egyre tágabb ilyen hát egy csonka piramist ír le, és ezt ráadásul ott szokták játszani, az El Tahínban, amit Tahínnak írnak le, és általában angolosan Tajinnak ejtenek ki, ahol maga a piramis is, a majáknak az ottani piramis, az is pontosan ilyen alakú. Tehát ott már tényleg csak a vak nem veszi észre, hogy miről van szó, hogy a templom nem azzal kezd építődni, hogy én az alapkövét lerakom, hanem hogy tudom a működési rendszerét. Tehát ez is templom a javából, csak ez mozgás rendszerében jeleníti meg azt, ami fény által hát mutatja magát a teremtett világban. Ezért az, hogy mindegyik tollat visel, és legfelül, aki irányítja az egészet, szintén tollas, a toll ilyenkor mindig a fénynek a képjele. És a kezében a teljességnek a jele van. Tehát maga a kör, ami által megnyilatkozik. Ez a mindenség. Most az egész az a leggyönyörűbb, hogy ugyanezt Robbie Johansen közzétette az északi, tehát a skandináv félszigeten, hát ezer és ezer számra dokumentált sziklarajzok között is. Tehát ez a szertartás a legősi szertartások közé tartozik. És nem Közép-Amerika, tehát a Hín az Közép-Amerikában nem arra a földrészre jellemző, hanem egészen egyértelműen az emberiség egyetemes hát kincstárába tartozik, szellemi kincstárába. Na most ennek van-e későbbi időkben devalválódott, városiasodott és devalválódott változata? Miért kell ezt firtatni? Azért kell, mert mi már csak itt találkozhatunk vele. Van, persze, hogy van, ahogy bólogat is barátunk, mehetünk tovább. Úgy van. Pontosan az, amire gondoltak, tehát az úgynevezett ringlispiel. Na most a ringlispiel azon túl, hogy ezzel a ronda német névvel jelöljük, ez a körjáték, ez tulajdonképpen eredetileg ünnepi szertartásnak volt kelléke, mint ahogy a cirkuszi játékok is. A
cirkuszi játékokat, ugyanúgy, mint az úgynevezett ringispilt, eredetileg búcsúban használták. Nem akármikor, nem akárhol. Búcsúban annak volt kelléke, a búcsút pedig csak nagy ünnepeken rendezték. Tehát ez azt jelenti, hogy ahol csomópontja volt az időnek. Az idő pedig ciklikusan működik. Tehát ez az időnek, mint ciklikus, tehát körfolyamatnak a megidézése, és természetesen melyek a főszereplői, azok az állati minőségek, amelyek számunkra a legfontosabbak. Ugyanakkor eredetileg megjelentek az állatokon kívül bizonyos olyan formációk, amikkel közvetlenül tudott a gyermek kapcsolatot teremteni, és ez miért volt nagyon jó? Azért, mert ha normális volt a szülő, akkor engedte, hogy a gyerek maga válassza ki, hogy melyikre ül rá. És minden, ha a szülő nem is volt még olyan érett, mert a szülő nem biztos, hogy ilyen érett, attól még nem azt jelenti, hogy idióta, csak azt jelenti, hogy még nem szerezhetett ennyi tapasztalatot az életbe, de a nagyszülő már biztosan fölfigyelt rá, hogy tudnék, ezáltal a gyerek elárulta, hogy mihez van igazi vonzalma. Tehát már meg lehetett jósolni, hogy ő belőle ügyvéd lesz, vagy nem tudom, hogy hadvezér lesz, vagy orvos lesz, és itt a Isten, mert az afelé vonzódott. Amely tulajdonság az élető állatban, vagy szerkezetben jelentődött meg. Hát voltak szekerek is, meg hintók is régen. Tehát sokféle alakzat. Na most, amikor ez elkezdett megint a tetszetőség irányába kimozdulni, akkor hullott szét. Ez éppen egy ilyen búcsúban használt egy gyermekjátékká alakított formája, ez egyébként Csehországból való, és nagyon szépen mutatja fölül ez a dinnyére emlékeztető forma, hogy itt tényleg mind ciklust és csak mind ciklust használja az időt, és akkor ő egy ilyen dinnyeszerű alakzatban tudja ezt összegezni. Fölül pedig a galamban, ami ebben az esetben hát nevezhető békegalamnak, nevezhető szentlélegalamnak, de nem ez az érdekessége. Mert még sehol nem volt ez a jelkép, mint szentlélek jelkép, már Vénusz galamjaként működött. Tehát itt a szeretet a döntő. Az, hogy mit fog szeretni az életben, mehetünk tovább. Mert ezt tölti meg tartalommal a fénynek ezt a körben. És most mit mutatok? Kérném a következőt. Egy száraz malomnak volt a belseje. Tehát ez a száraz malom, amelyik szintén a körforgásával adja, mit ad az életet. Miből adja az életnek egy másik formájából. Tehát a búzából csinálja a lisztet. És utána ezzel lehetőséget ad arra, hogy az életnek megint egy újabb formája, kenyér létrejön. Tehát ezek roppant fontos tételek. Itt értjük meg, hogy a Fehér Ló vagy Szürke Ló című mesénk az miért lehet egy kozmikus rendszernek a működtetője, mert mint fehér ló természetesen a nyilas tulajdonságok megjelentő a legtisztább minősége, és ez mit működtet számunkra, ide emberi környezet számára, természetesen a tejút méghozzá a spirálrendszerű tejútnak a működését hozza le. Kérem a következőt. Most ennek ami a lyuk körül indult el, ugye, ennek egy nagyon szép tiszta megjelenése az a nyitott fedélszékű konyha, egy konyha-pitvar együttesben, ez a konyha a szentélynek felelt meg, a pitvar felelt meg a hajónak. Tehát ez azt jelenti, hogy amíg a nyitott kémény volt fölötte, addig az alatta lévő nyitott tűzhely egyértelműen oltár szerepű volt. Pontosan azt a szerepet játszotta el, alakjával is, a funkciójával is, amit egyébként az egy léptékkel nagyobb, de lényeg szerint hasonló falusi templom a szentélybe beállított oltárral. Mi történt körülötte? Ettek és ittak. Na most, ha ezt megfelelő módon csinálják, akkor ez ételi találkozat, nem pedig zaválás és piálás. Tehát ez egy egészen tiszta képlet. Egy asztal nem attól válik oltárra, hogy háromszor körül füstölik, négyszer levizelik, hanem attól, hogy úgy működtetik. Ha úgy működtetik, előtte imádság, utána imádság, akkor jön össze a család, amikor a legtöbb a fény az egy napon belül, vagyis délben, de nem amikor az óra üti a delet, mert az általában nyáron 11 óra, hanem amikor tényleg a legtöbb fény van. Tehát
álló délben, akkor ez szertartás. Akárhol, ha egy cigányputriba, akkor cigányputriba, ha úri lakosztályban, akkor úri lakosztályban. És ennek eredetileg a helyszíne is megfelelő volt. Tehát ez a konyha-pitva együttes bizony a Szentélyhajó együttesnek felel meg, annak a kivezető nyílása fölfelé, az pedig a szabad kémény. És ezért van az, hogy a kémény, kérném a következőt, az bizony nagyon gyakran, majd, hogy nem templom alakúra csinálják. És ez nagyon gyakori, ez nem egy-két példám van. Tehát bizony visszatérünk a lyukhoz, és a lyuk rendkívül fontos tétel. Mert az egész rendszer e körül forog. És most már ugye beláthatjuk itt, nem az a kérdése, hogy itt most ebben a laszkói esetben bejön-e a fény vagy nem, hanem hogy ez ennek a rendszerére terveződik. És az analógiák eléggé egyértelműek, igen, és ami már egészen korán, tehát még a 70-es évek derekán bejött a képbe, ugye ez a naptáraknak egy olyan rendszer, ez történetesen Észak-Németországból való, de vannak példái Skandináviából, Norvégiából, Svédországból, Dániából, ahol nem körívre, hanem kiegyenesítve az évkört, az egyes szakaszok, a nagyobb ünnepek bizony ilyen képjelekkel jelölődnek. Mondják, hogy azért, mert azért sokan olyanok is olvasták, akik még ezt a futhárnak nevezett rovásszerű runaírást nem ismerték. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy sorolják egymás után a jeleket, mint ahogy a parlamban is egymást követik a jelek. Tehát lehet tagolni állat és egyéb jelekkel az időt. Itt nem is a tagolás a kérdés, a visszaolvasás a kérdés. Mehetünk tovább. A két főszereplő, amit a háromból ugye már értelmeztünk, az egyik a ló, a másik a bivaj. Távolinak tűnő analógia, de nagyon jó analógia, az indián művészet. Tehát minden, ami természet közelben maradt, és mindenki, aki megmaradt egy ilyen rendszer működtetőjének, nagyon jól tud analógiához szolgálni. Rengeteg képnek az elemzése nyomán alakult ki, és ráadásul baráti segítséggel, itt Nagy Imre nevét kell megemlítenem, aki most a Szegedi Múzeumnak a művészeti igazgatója, egy nagyon kiváló indián szakértő, lehet, hogy ezt is tőle kaptam például. Tehát roppant fontos tudni, hogy az élet az indiánok számára völény volt. És ott nem csak úgy, ahogy én most elmondtam, amiről azt hiszik, hogy jelképesen, nem csak úgy, hanem mindenféle módon. Tehát amikor rájöttek az európai, hát innen importált, ugye tudjuk, hogy Amerikát Európa szemetje népesítette be. Tehát ezek a mindenre szánt brigantik, amikor rájöttek, hogy nem tudják leküzdeni az indiánokat, egyszerűen képtelenek, akkor jöttek rá, hogy ha a bölényeket kiírtják, akkor megszűnik a létalapjuk az indiánoknak. És ami a legszörnyűbb, hogy nem csak fizikailag szűnik meg, elsősorban nem, hanem lelkileg. Mert igaz ugyan, hogy a bölény mindent adott nekik. Tehát nem csak a bőrét, nem csak a húsát, nem csak a csontját, mindenét felhasználták. De ezt mint áldozatot kezelték, tehát mint önkéntes áldozatot, ami a ráknak az idején, mert ugye a bölény ez a rák, tehát a fényben leggazdagabb időszak az évkörben, ennek az önkéntes áldozataként. Ha ezt elpusztították mellőle, tehát tudjuk, hogy valami iszonyat volt, ahogy ezek gyilkolták a bölényeket. Semmire nem használták őket. Tehát nem azért gyilkolták a bölényeket, hogy utána a húsát eladják, vagy a bőrét, semmi ott rohadtak el a pusztán. Hanem egyszerűen csak azért, hogy ne legyen létalapjuk az indiánoknak. Tehát egy áttételes genocidium. Na most éppen ezért, mert ennyire fontos volt az indiánoknak, nagyon sok mindent le lehet olvasni ezekről a képekről. Például elég jellegzetes a bölények testének ez a kettőssége, nem tudom, hogy látható-e ott a középütt fölül lévőn is, meg itt bal oldalon, de itt középütt alul is. Két különböző színnel jelölik meg. Nagyon sokáig azt hitt az ember, hogy ez kopás a barlangfestészetben. Ugyanis ott is így jelennek meg, igen, gyakran. És más színnel töltik ki a két felületet. Kérném a következőt. De ugyanakkor van egy még gyönyörűbb kép, most azért nem nagyon gyönyörködjünk benne, majd hamar tovább megyünk. Tehát lényeg az, hogy ez a kettősség meg a
tipinek, ez a tipi, ez a szertartási sátor. Ennek a tetején volt, és ezek egymást kergetik. Na most ez azt jelenti, hogy adva van egyszer a fény, amelyet egyértelműen jelez a toll, ez tulajdonképpen nem toll, ez pihe. Tehát ez az a fénynek az a jel, ami félreérthetetlen, egyébként rengeteg analógiával igazolható, hogy tényleg, mint a fény megjelenítőjét használják. Tehát ez a teljes szellemi, hát emelkedettségnek, kisugárzó szellemiségnek a képjele, és ezzel tud emberi léptékben életet adni. Tehát itt nem szexről van szó, itt arról van szó, hogy az élet emberi szinten csak ehhez van kötve. És ugyanakkor van egy őt folyamatosan üldöző állati szint, amelyik ebben az esetben nem adja az életet, hanem végül is a maga áldozatával a testetöltéshez segíti hozzá. És a kettő nem úgy üldözi egymást, hogy az egyik elpusztítja a másikat, hanem mint egymást feltételező két minőség. Mind a kettő folyamatosan jelen van. Sem az ember nem öli meg a bivajt, elkéri azt, amit a bivaj önként felajánl neki, de nem gyilkolja. És ugyanakkor pedig, hát a bivaj serkenti őt, igenis serkenti, egyebek közt a példájával. Hát ne felejtsük el, a magyar balladás kincsünkben ott van a Buda Ilona balladája. És abban a begye tehén, a bölénynek a tehénye mutatja meg Buda Ilonának, a Buda Ilona az a buta lánynak a névváltozata. Aki még nem elég érett arra, hogy fölfogja, hogy a női mi volt, az az anyaságra teszi alkalmassá, és ez a legfőbb erénye. Tehát ezt kellene neki elérni, ehelyett elhagyja a gyerekét. Miért? Mert halló dobogást, és van egy kincses ládája. És ő úgy dönt, hogy majd a gyermeket még ad az Isten, de kincset nem ad az Isten. Tehát ezért elhagyja a gyerekeit, és viszi a kincset tovább. Ismerjük nyilván a balladát. És kitől tanulja meg, hogy mi az anyaság? A begye tehéntől. A bölény tehenétől. Miért? Mert az egyik borját a szarva között hozza, ezt majd ne felejtsük el szünet után, a másik pedig a másik borját maga után ríja. Tehát magyarul nem hagyja el a gyermekeit. A legnagyobb eszedelem közepetese. Na ez az a tulajdonság, amik a bölényt annyira fontossá teszi. A földi életet enélkül a tulajdonság nélkül nem lehet tovább vinni. Legtöbbet elemzett képek közé tartozik a Laszkói barlang képi együtteséből. Ez szakadékszerű üreg van itt a barlang talajában, és ebben az egészen kitüntetett helyen találjuk a bölényt. Előtte ezt az eldőlő ember alakot bizonyos hát, sajátosságainak a meredezésével, és előtte pedig egy orszarvút. Na most, amit én itt elmondtam, ez a dolognak az életképi jelentés, és egyfolytában ebben művelődik a szaktudomány, amióta egyáltalán Laszkót felfedezték. És mond el nagyon tartalmas, magas, értékes dolgokat. Még ezt a kis madaratot szokták akár a sámanizmus köréből is eredeztetni, mert ilyen elképzelés is van. Minden esetre egyfolytában jelenetként. Tehát egy adott időpontban, egy adott nézőpontból látható képként értelmezni. Na, ez a csődje az értelmezésnek. Tehát ha abból indulok ki, hogy ezek közül melyik a leglátványszerűbb, akkor általában az orszarvút szokták említeni, hogy teljesen olyan, minthogyha akár a japánok csinálták volna, vagy pedig mondjuk az impresszionizmus korában született volna, ez a cammogó, nagy, hogy mondja, a test, és egyáltalán maga a megjelenése egészen ragos. Na most ez mind nagyon szép, csak egyet nem vesznek észre, hogy ennek minden része jelszerű. Teljesen egyértelmű. Ez a jelekből van összeróva. És ahol a jel már nem fontos, mert nincs mit írni, egyszerűen nem tesznek semmit. Tehát egyszerűen nincs alsó teste. Miért? Azért, mert befejeződött az írás. Tehát ha én azt mondom, hogy kezdetben vala az ige, és én eddig akarom közölni, akkor a továbbit már nem kell testbe rejtenem, tehát nem lesz alsó teste. Ugyanakkor szemmel látható, hogy az alsó teste helyén, ahol nem jelenik meg láb, nem jelenik meg hasvonal, tele van jellel.
csak ez egy más típusú ilyen együttes, és nem is igyekszik beépülni az országú testébe. Na most ezeket külön-külön, különösen ezeket, amik az altestnél jelennek meg, amiket már nem lehet állat részeként értelmezni, ezt vagy betűjel csoportként értékelem, vagy eltekintek tőle. Tehát teljesen egyértelműen olyan, mint sorban rendezett, mondjuk rovásírási jelek, mert még leginkább arra hasonlítanak. Tehát ezeket megint csak kiszokták emelni, szokták, de azt jelenti, hogy csak legújabb időben is az a néhány kutató, akit már itt megemlítettem, és megint csak eltekint az állat testére írt további jelektől. Tehát mintha az egyik csak ábrázolásra, a másik csak jelhalmazolna, tehát merőben különböző szempontok szerint kellene őket értelmezni. Na most, ha észreveszem, hogy az orszarvú alteste helyén betűcsoport, akkor mindig hozzá kell tenni kvázi betűcsoport. Tehát ez nem a mai értelemben lett betű, minden valószínűség szerint nem minden hangnak volt külön jele, de még csak nem is a minden másra hangzónak. Tehát itt futnak általában vakvágányra jelenkori fejtések, most már nem akarom minősíteni a előadás elején említett urakat, de rendre itt vannak a módszertani alapproblémák velük. És hát mondjuk ilyenkor az ember kicsit úgy áll, mint a viccben a gondolkáza orvos, azt nyilván ismerjük a viccet, hogy mikor a szakfelügyelő jön, és már minden gondolót ismertetett, akkor végén mondja, hogy na látja, kedvesem, hát az a legérdekesebb voltam, mert azt állítja magáról, hogy ő Napóleon. Pedig hát kedves kollega, ugye tudjuk mind a ketten, hogy Napóleon, ez én vagyok. Most én mondom, hogy nekik módszertan hibáik vannak, és lehet, hogy nekem még sokkal nagyobb módszertan hibáim van, csak egy biztos, hogy ami annak idején a jópásztorok hagyatékának a függelékében, amely utána a vastagabb hazatalálás kötetben megjelent, azt ezek az urak, bár tudom, hogy ismerik, de soha nem idézik. Semmi, csak bibliográfiai tételként sem. Tehát itt valami gond lehet, mert nagyon úgy néz ki, hogy ezek fejthetők ugyan a rovásírás segítségével, de ez nem a fejtés helyességét igazolja, hanem tessék megfogózkodni, ez a magyar nyelvnek a hihetetlen hordképességét igazolja. Tehát még hogyha én alapvető módszertan hibákkal közelítek is egy jelcsoportot, ez egy olyan nyelv, amiről beszélünk, hogy még így is olvasható. Tehát döbbenetes, hogy mert próbáljuk meg ezt bármelyik más nyelvvel. Tehát hihetetlen, hogy milyen hiba százalékot enged meg, és még mindig értelmes közlések olvashatók ki. Mert ez egy olyan nyelv, hogy minden lehetőséget megragad arra, hogy a világból a fontos dolgokat nevén nevezze. Tehát ezért van az, hogy az ember nem azt mondja, hogy ezek rossz olvashatók, különösen nem így, hogy én a bolondokház orvos vagyok, hanem azt mondja, hogy nagyon örülök neki, hogy ezeket végre közzétették, tényleg tanulságosak, de azt hiszem, hogy itt sokkal többre van szó. És azt is észre kell venni, hogy itt vonalak megszakadnak. Tehát ami a dőlő emberalaknak a sarka alatt van, arra szokták mondani, hogy ez egy eltört nyíl. Hát egyáltalán nem biztos, hogy eltört, és egyáltalán nem biztos, hogy nyíl. Egy biztos, hogy elcsaport. Tehát amiket mi naturalisztikus, tehát látványszerű értelemben próbálunk fejtegetni, mondjuk az ember alakot például egyértelműen jelcsoport. Teljesen egyértelmű, körbe lehet olvasni. Aztán ami átvonul a bölénynek a testét, az altestén különösen. Aztán ami kijön belőle, amit úgy szokták mondani, hogy hát bizony sebesült meg joga bele. Rógám a körsztaljának. Tehát szóban nem jöhet. Tehát itt szó sincs, hogy egészen másról van szó, itt egy jelről van szó, egy figyelmeztető jelről. Egy nagyon figyelmeztető. És tényleg arról van szó, hogy a bölénynek egyetlen nagy baja lehet, hogyha a bölény állapotát föladja, elkezd önmagával foglalkozni, és akkor jön elő ez az árt kör, azaz nem vállalja az anyaságot, kész. Ez a korunk nagy betegsége. És ez az, ami a föld alá viszi az emberi létet, az ember mint olyan megszűnik, madárfejű lesz, mint a mai madárfejű ancsikák, akikből egész akadémiát meg lehetne már tölteni. Tehát ezek előrejelzések, hogy hova tud süllyedni az emberi minőség. Ha a bölény nem tudja vállalni azt, ami a hivatása. Tehát ezek nagyon fontos tételek, az orszarvú egyébként
A jelölési rendszerben általában, de ez nem kizárólagos, az eddigi megfigyelések általában azt mutatják, hogy az egyszarvúnak felel meg. Na, az egyszarvú az a bölénynek a második holtháza. Tehát ez az a tulajdonság, amelyik a magyar népi jelölőrendszerben gólyaként jelenik meg. Most erre szokták mondani, na hát kérem szépen, hogyha valamit egyszerre lehet gólyával is, meg egyszer vagy országban is jelölni, annyit is él az a jelölési rendszer. Bocsánat, én nem a jelölési rendszer él annyit, a kiskegyet tudása él annyit. Nem lát összefüggéseket az életben. Tapogatózik legfeljebb, de általában nem tapogatózik, hanem leszól, mert az a kényelmesebb. Tehát itt arról van szó, hogy igenis el tud tunyulni a gólya tulajdonság, és akkor válik belőle egy sötét orszarvú, ami már tényleg egy támadó lény, és nincs alteste. Tehát szabályosan hiányzik az a része, amely, hát hogy mondjam, csak táplálni tudná az életet. Ezen keresztül teljút energia nem fog eljutni a gyermekéig. Miért? Mert az a tőgyén keresztül, tehát az emlőink keresztül jutna, de nincsenek emlői. Helyette mik vannak? Betűk. Betűk. Mivel tápláljam az anyuci, a nem létező gyerekét? Betűvel. Meg se szüli. Na, menjünk akkor tovább. Csak azért mondom, mert ezek nem a mennyezeten jelennek ám meg, egy külön gödörben, nem is tudom, milyen magyar szóval lehet ezt fordítani. Na, akkor ezt megint Annette Laminnak a könyvéből fotóztam ki, és csak azért vetítem a kettőt együtt, hogy lássuk, a lónak és a bölénynek a kapcsolata rendkívül erősen foglalkoztatja a különböző, hát az fönti az laszkói, az alsó az nem is biztos, hogy laszkóból való, már lehet, hogy onnan. Lehet, valószínű. Sőt, nagyon valószínű. Hogy tudnélik, lehet a bölény fehér, mint alul, és lehet a bölény sötét, mint fölül. A lóval való viszony egészen más. A bölény, ha fehér, akkor az maga után vonja a lovat. Hogyha sötét, akkor leválnak egymásról. Tehát hiába van jelen a ló tulajdonsága, mint a teremtő erő, más utat választ a sötét bölény, és ez a más út, ez 180 fokban különbözik a ló által vállalt útnál. De vagy az úthoz képest. Ne kérem tovább. Na most, nagyon érdekes együttesek vannak itt Laszkóban. Ezeket általában úgy szokták fényképezni, hogy mutatósak legyenek. És jól lehet ordítja, hogy itt a négy együtt értelmes. Soha még nem találkoztam, mondom, eléggé elmértem ebben a témában, és nem tegnap kezdtem el, soha még olyan megközelítést nem találtam, amelyik a négyet úgy tárgyalná, mint valamit, amiből három egy másra jut, egy zárt körben. Na most ismerjük ilyet? Három sötét, amivel szemben csak egy világos van. Ez tipikus téli napfordulós szituáció. Ilyenkor van három egységnyi sötétségünk, és egy egységnyi fény, és ebben az egy egységben kell tudni a teremtő erőnek elindulni. És a teljességet csak ez a teremtő erő képviseli. Az összes többi pedig pusztán szellemiségként van jelen, honnan tudom, mert nem folytatódik a test irányában. Tehát az állati testnek nagyon lényeges, hogy a nyakvonaltól fölfelé eső része, ha csak ennyi jelenik meg, az éppen úgy a szellemiséget fejezi ki, mintha ember alakot jelenítek meg csak a fejével. Na most, ha a melső végtagja is megjelennek, az azt jelenti, hogy a lelkisége is él, mert a tüdeje odaesik. És ha annál lejjebb lévő, és emlékszünk még, ugye, hogy az indiánok hol osztották két részre a bölényüket. Pontosan ott, ahol a lelkiség a testiséggel vált. És a testiség sötét volt, a lelkiség pedig világos volt. Na most, ahol sötét minőségek veszik körül ezt a szegény kis lovacskát, ott jól lehet látni, hogy nem elsősorban a testiség a sötét, hanem a lélek és a szellem. Tehát egy nagyon sötét szellemi közegben kell utat törnie annak, amit a ló képvisel. A ló ugyan sokkal kisebb ennél, de teljességet képvisel. Tehát, hogy vagy ő belőle lesz élet, vagy semmiből nem lesz. Nagyon szépen mutatja ezt az a két növényi ágacska. Tudjuk, hogy a barlangművészet szinte teljesen
figyelmen kívül hagyja a növényi életet. Gyakorlatilag nincs növényábrázolás. Ez már maga is meggondolkoztató, de most azt tessék nekem mondani, egy francia tudós mit tud kezdeni ezzel a témával? Vagy egy német tudós, vagy egy angol. Az ő nyelvükben a növény az nem fejezi ki a növekedést. Az állat nem fejezi ki az állapotot. Egyszerűen nem tudja értékelni, hogyha a barlangművészet csak állatokat jelenít meg, az azt jelenti, hogy az állapotszerű képét jeleníti meg a világnak. És mi hozza majd bele a mozgást? Ez nem a növény, hanem maga a fény. Tehát a fény fogja ebből előhívni a mozgást. De ez ő nyelvében, ez szerencsétlen Bröly Abbénak, aki egy nagyon alapos, nagyon kiváló kutatója volt ennek a területnek, vagy egy Anett Lamingnak, vagy egy Örvá Gurának. A nyelven nem képesíti rá, hogy ezt az összefüggést észrevegye. Ahhoz meg, hogy magyarul megtanuljon, hát ahhoz önmagát kéne fölülmúlnia. Hát előbb leharapja a nyelvét, mint egy magyar szót kiejtsen. Tehát úgy vannak már idomítva évszázadok óta, hogy a magyar egy bunkó, a magyar nem lehet semmit se kezdve, a magyar legjobb lenne már magyartalanítani, és itt tovább, és itt tovább. Tehát így nem lehet 5-6-ra jutni. Tehát minden esetre gyönyörűen lehet látni, hogy ez a vonulat tulajdonképpen átalakul állati létté, majd utána megint esélye van arra, hogy visszaalakuljon növényi létté. Tehát ezek fokozatok. És akkor itt lehet látni azt, hogy nem körvonalban ugyan, tetszik látni, de pontosan az a forma rajzolódik ki, mint amit láttunk a Kujvá de El Piletának a barlangjában, tehát ebben az együttesben. Ami ott körvonalban jelent meg, itt most színfoltban, de pontosan ugyan az a forma. Most azt mondja, hogy persze a lónak ilyen, milyen ilyen a lónak, milyen ilyen, semmilyen se ilyen. De teljesen nyilvánvaló, a jel a fontos, amit a ló csak hordoz. Az sem közömbös, hogy fordítva, mert ha ezt megfordítom, akkor egy ilyen koronaszerű alakot kapok. Ezt gyerekkoromban mi egyik fajtát a koronának mindig így rajzoltuk, hogy egy púp van közétől, és akkor két oldalt pedig így kiemelkedik belőle. Két van. Tehát minden esetre egy biztos, hogy rendszerszerűségnek egészen jól olvasható képleteit kapjuk, és akkor most már föl kell tenni viszont egy nagyon fontos kérdést, hogy végül is ezek a szarvasmarhák tényleg csak amiatt fontosak? Mert túl sok van belőlük, amit már az előbb elmondtam. Tehát adva van az évkör, ugye rajzoljuk be szépen az egyes egységet, itt van a rák, ugye az a mölének megfelelő, ezt láttuk kecske formájában, akkor itt van a kos, itt van a mérleg, itt van az oroszlán, itt van a szűz, mérleg után skorpió, nyilas, bak után vízöntő, halak, itt egy kos és bika. Na most számoljunk vissza innen, mert innen szoktunk számolni, ha azt mondjuk, hogy Krisztus előtt. Igaz? Tehát erről a pontról. Tehát innen indulva mi hát visszafelé számolunk, ha a múltba akarunk menni, ez megfelel az éves egymásra következő sorrendjének. Tehát azt jelenti, hogy 13.000 évet kell visszaszámolni. Borzasztóan egyszerű a helyzet, miért? Mert a teljes kör 26.000 év. Tehát meg pont a fele 13.000. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor én 13.000 évvel ezelőtt elkezdem festegetni a barlangokat, én pontosan itt vagyok. Ez természetesen nagy tólinggal értékelendő, tehát itt elég nagy csúszásokkal lehet számolni, de minden esetre egy biztos ebben nagyságrendben lesz a megoldás. Tehát már érzi az ember, hogy vigyázzat, hát mi most pont a túloldalán vagyunk valaminek, tehát egyszerre torony magasan megnő a jelentősége. Tehát egyszer előbújnak ezek az üzenetek. Miért? Mert a mai embernek van mondani valójuk. Ez még 100 évvel, 200 évvel, 500 évvel, 800 évvel ezelőtt még nem volt ennyire aktuális. Na most, hogy jön ebbe a képbe a szarvasmarha? Hát úgy, hogy ha én a mérlegből a szűz felé indulok el, erre vezet az út, ennek három dekanátusa van. Három rész egysége, átlagon ez 720 évet jelent. Tehát elkezdődik mondjuk ez a korszak, a Magdalénien kor, és akkor egyből mit kapok? Ugye természetesen a bikát kapom, utána jön a bak, és csak a harmadik 720 év lesz a szűz. Na most az első
első 720-as év periódusában döntő súlya van a bikának. Tehát ha ezen nem tudok átvergődni, akkor az önzés földhöz fog ragasztani engem. Tehát nem tudom a bikából a fehéret kiszabadítani. Majd látjuk, hogy ennek döntő súlya lesz, amikor tényleg a bika halálba érkezünk át. Mert itt csak dekanátus értékben van. De jelen van. És miután itt megyünk be, mert hátrába megyünk be minden világ hónapba, tehát én először a bika tulajdonságokkal találkozom. Az azt jelenti, hogy 2 perc alatt le tudok aljasulni a disznónak a szintjéig. Tehát ha ezzel nem tudok megbírkodni, ha ezt nem tudom fölemelni a fehérség legmagasabb fokára, akkor elvesztem, akkor nem lesz belőlem ember. A következő a bak, de a baknál nem önmaga az érdekes. Ezt már az elején megbeszéltük. Hát mi az érdekes a baknál? A túloldal. Hogy milyen lesz a testiségem, ez itt most a szellemi vezérlést jelenti. Ugye a szellemi vezérlésem bikaszerű lesz-e, és ha bikaszerű lesz, akkor azon belül a tiszta, vagy a piszkos, a mocskos, a sáros gondolata fog uralkodni. De a baknál nem ez az érdekes. Hanem a baknál az az érdekes, hogy milyen lesz a túloldala. És a túloldala az micsoda? Az pont a bölény. Tehát innentől kezdve elsősorban az lesz, hogy a testetöltés milyen lesz. A testetöltést vállalod-e? Vállalod-e a szülést? Vállalod-e a vele kapcsolatos megpróbáltatásokat? És ez a bölényben fogalmazódik meg. Ez a második 720 év. És amikor ezen túl jutottam, akkor a szűzben mi fog megjelenni? Az absztrakt jel. Érthető? Mert a szűz hozza az absztrakt jeleket. És itt van az, ahol megjelenik a kis lovacskán fölött, tessék megnézni, ez tipikusan a szűzjele. De mai napig is így jelöljük a szűzet, csak felvén húzzuk át a villás részét. Tehát ez azt jelenti, hogy a fokozatok gyönyörűen leolvashatók ennek az időszaknak az aktuális szellemi, illetve testi vonzatai alapján. Most ez nem azt jelenti, hogy most megfejtettük a képletet, de túl sok van olyan példánk, amelyik ezt igazolja, ahhoz, hogy ezt negligálni lehessen, tehát úgy lehessen tenni, mintha nem vettük volna észre. Van ennek vizsgáztatására lehetőségünk? Persze, hogy van. Mikor? Hát amikor a bikának elérkezünk a világ hónapjába. És akkor mit fogunk kapni? A tasszidi fenségnek az egyik hatalmas jelenjüttesét, az úgynevezett szarvas marha korszakot. Tehát pontosan lehet igazán, igen, ténylegesen ez az átélés. Tehát a közvetlenül az egyéni hétköznapi életben megtapasztalhatatlan, ugyanakkor az élet minden vonatkozását meghatározó nagy összefüggéseket, ezeket a rítusok keretében tudatosították az emberekkel. Anélkül nem lehetett valaki érett felnőtt férfi, de érett felnőtt nőse, hogy egy ilyen beavatáson át ne menjen. Miért? Mert különben beleragad a saját vacak kis hétköznapi gondjaiba, mint a legtöbb mai ember. Tehát ahhoz, hogy őt férfinek vagy nőnek lehessen nevezni, tehát felnőttnek lehessen nevezni, neki egy nagyon kemény megpróbáltatás sor végén egy teljességélményben kell részesülni, amit már nem hétköznapi létében él meg, hanem egyfajta félrévült vagy teljesen révült állapotban. Mert így tényleg át tudja élni. Tehát személyes, teljes belső élményévé tud válni. Hát az nem az én talán, mert a réges-régen föltételezték, László Győr is nagyon szépen ír róla, hogy ezek minden valószínűség szerint tényleg beavatási helyszínek voltak. Csak legfőjebb ezt a fajta rendszert nem merik, vagy nem tudják rekonstruálni mögötte. Mehetünk tovább, kérni szépen. Na most még egy apróság. A kép kettős megint Hanetlamink könyvéből való. Láthatóan az előbbi ábra van ott bal oldal. A jobb oldali ábra miatt vetítem, ami elég sötét ebben már magában a könyvben is, hát még a reprodukció, viszont rendkívül fontos. Ugyanis elég pontosan mutatja, hogy ezek a figurák ott bal oldalt fölül elindul egy sötét, ilyen szarvasmarha, szarva ugyan nincs rajta, de mondjuk marhának elég nagy marha, ezt most nem lehetett hagyni. Tehát lényeg az, hogy lehet látni, hogy ez folytatódik a következő ilyen egységben, tehát szabályosan viszi tovább a motivumot,
És ez csak akkor logikus, hogyha ezt valahol egy fény tényleg így világítja meg. Ráadásul van olyan felvétel, ahol lehet látni, hogy fölül ki is mélyítették a természetes, hogy mondjam, ilyen kapuszerű szikla építmény, tehát ez nem építmény, maga a természet építette, de felül besegítettek neki. Miért? Mert nyilván van a fény terelésé.